Vasárnap még cikrázó napsütésben 25 fok feletti melegben sétálhattak az emberek az arborétumban. Mostanra viszont újra előkerültek a kabátok, május 12-én erős lehűléssel érkezett Pongrác. Ahhoz képest, hogy jó, hogy most májust írunk, ez szerintem nem reális, nem reális. Már ilyen korán meleg szokott lenni, hogy már strandolni lehetett meg minden. Van, aki szerint a kijárási korlátozásnál nem rosszabb a hideg, másokat viszont erősen megvisel a hidegfront. A fagyos szentek első napja ugyanis ezt hozta, a folytatásban pedig már kettős fronthatás várható. Én nehezen viselem, mert ugye észreveszem, hogy az embernek ugye a kedély állapota változik. Idegesebb vagyok, feszültebb vagyok. Hát jobban szeretjük a jó időt. Ezt az időt nem szeretjük. A viharos szél tovább rontja a hőérzetet. Szervác és Bonifác napján, sőt a következő hetekben sem tér vissza a meleg, a 20 fokot sem éri majd el a hőmérséklet. A fagyos szentek pedig akár térségünkben is erősebb lehűlést okozhatnak. Erre esély szerda reggel van egyébként, amikor kitisztul a levegő, leáll a szél, tehát valamivel derültebb lesz az éjszaka. Lehetséges, hogy egy-egy fagyzókba itt a megyében is kialakulhat talajmenti fagy, vagy akár a 2 méteres magasságban is ilyen 0 fok közeli minimum hőmérséklet. A palánták kiültetésével érdemes még várni, hiszen a hideg és az erős szél sem tesz jót ezeknek. Szombathelyen idén eddig összesen 70 milliméter csapadék esett, a mezőgazdaságnak és a kiskerteknek is nagy szüksége lenne az aranyat érő utánpótlásra. Erre csütörtökön van némi esély. Május közepén utoljára 5 éve hűlt a levegő 0 fok közelébe, a 70-es években pedig -3,4 fokot mértek a Vasi megye székhelyen.